tőlünk telhetően mindenkit irányítunk, ahová tudunk, de látjuk, hogy a pontos információra nagyon nagy szükség van. Megpróbálunk itt is informálni azokat az embereket. A Reményteljes Roma Jövő civil szervezet egy éve segíti a kárpátaljai romákat a felzárkózásban és a hivatalos ügyintézésben. Ezúttal ingyenes jogi tanácsadást szerveztek Nagydobronyban. Az alkalomnak a Nagydobronyi Református Egyházközség parókiája adott otthont. Jakab Zsuzsanna, a szervezet alelnöke, elárulta, még ma is sokan vannak, akiknek nincsenek rendben a személyes okirataik, és nincsenek tisztában azzal, hogy mi a folyamata egy ilyen dokumentum igénylésének. Gyakran érkezik hozzánk különböző irányból kérdés-kérés, hogy ha tudnánk-e segíteni, hová forduljanak, itt kérdezzenek meg azzal kapcsolatban, hogy például örökösödés elsősorban, vagy lakcímregisztrálás, milyen lehetőségek vannak másféle ügyekben, dokumentációval kapcsolatban, és akkor tőlünk telhetően mindenkit irányítunk, ahová tudunk, de látjuk, hogy a pontos információra nagyon nagy szükség van, és így jött az ötlet, hogy amiben mi nem vagyunk annyira kompetensek, akkor ezt átadjuk egy szakembernek, tehát így hívtunk meg egy jogászt, a Víz az Élet civil szervezet vezetőjét, Miroslava Pilipcsinecet, hogy elmondhassa egyszerű nyelvre lebontva azokat a buktatókat, amivel a hétköznapi ember találkozik. A szakember előadásában különböző jogi esetekre hívta fel a figyelmet. Elárulta, egyre nagyobb az érdeklődés a kolhozok felbomlását követően kiosztott földtulajdonrészek, valamint az egyéb ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonjogi papírok rendezése kapcsán. A nap folyamán az örökösödéssel, a végrendelkezéssel és a földek privatizálásával kapcsolatban nyújtottunk jogi tanácsadást. Fontos tudni, például mi a teendő, és hová kell fordulni abban az esetben, ha földet szeretnénk privatizálni. Tudni illik, a 2003 előtt kiadott nyilvántartási iratok bár rendelkeznek jogi erővel, de ezeket még véglegesíteni kell, vagyis be kell kerülniük az egységes nyilvántartási rendszerbe, és helyrajzi számot kell kapniuk. Ennek rendezése például a végrendelkezési ügyintézés, vagy az elajándékozás során kiemelten szükséges. Ezek a kérdések mindenki számára fontosak, de sokan nem tudják, miként is kell neki kezdeni egy folyamatnak. Különösen igaz ez az idősekre. Ők például, amennyiben nem írnak végrendeletet, akkor a hátramaradt ingóságaikat a legközelebbi rokonaik a bíróságon keresztül kérvényezhetik, ami anyagilag és érzelmileg is megterhelő lesz számukra. Ráadásul rendkívül sok időbe telik. Az alkalom végén a jelenlévők ingyenes személyes jogi segélyt is kérhettek.